legfrissebb kutatások az elhízásban. Erről fogunk beszélgetni Halmi Eszterrel, az Elhízás Tudományi Társaság elnökével. Sok szeretettel köszöntöm itt a stúdióban. Jó napot kívánok! És ezzel kapcsolatban kijött egy program, Magyarország átfogó egészségügyi szűrőprogramja 2010-2030 névvel. Mit tudhatunk erről a programról? Én már 10 évvel ezelőtt indult el ez az átfogó szűrőprogram, amely tulajdonképpen egy mobil diagnosztikai központnak az országjárását jelenti kamionnal. Ez alatt a 10 év alatt most már mintegy 200 ezer ember szűrését, felnőttek szűrését végezte el, több mint 1700 helyszínen járt, és számos új adattal rendelkezünk a lakosság egészségi állapotáról, amely módot adott számtalan kutatás elvégzésére, és a további egészség megőrző, egészségfejlesztő programok számára irányt mutat, hogy milyen irányokba célszerű fejleszteni. Kifejezetten ezzel a céllal jött létre egyébként, hogy egyrészt, hogy minél többen juthassanak ilyen szűrőprogramhoz? Eredeti elképzelés szerint is az volt az első célkitűzés, hogy a lakossági szűrővizsgálatokat nagy számban tudjuk végezni. Az alapításnál szervezetünk, a Magyar Elhízás Tudományi Társaság is jelen volt, és sikerült a legkorszerűbb módszereket, vizsgálati módszereket beépíteni a szűrésekbe. Később továbbfejlődött a program, és megelőzési irányokat, illetve hát most már egészségfejlesztés céljából tanácsadást is végez a program. Mint tudhatunk, hogy kik vannak e mögött, kik a támogatók, illetve az alapítói a programnak? Az első alapító 6 szervezet volt, de azonnyomban számos szervezet csatlakozott hozzá. Jelenleg 74 szakmai szervezet jelen van a programban, és támogatja a programot. Külön meg kell jegyezni, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma szaktárcái, illetve számos országos intézmény a támogatók között van, és a tudományos társaságok nagy része képviselteti magát, valamint betegszervezetek úgy szintén részt vesznek a programban. Hogyan szólítják meg egyébként az arra járókat, vagy kik vesznek egyáltalán részt ezeken a szűréseken, programokon? Mivel az ország minden területére eljut a szűrőkamion, a nagyvárosoktól a legkisebb településekig, tulajdonképpen a lakossági igényeknek megfelelően a helyi szervezetek segítenek a szűrőkamion fogadásában, és a lakosság, 18 év feletti lakosság ingyenesen részt vehet a szűrésekben. 37 féle legmodernebb vizsgálatot végeznek el itt a kollégák, és teljes képet kapnak gyakorlatilag a különböző krónikus betegségek, illetve azok rizikófaktorairól, akik részt vesznek ezeken a szűréseken. Említetted, hogy 37 féle felmérés, hogyan kell elképzelni ezeket, mik ezek pontosan, hogyha párat ki tudnál emelni? Vannak olyanok, amelyek kérdőíves módszerrel kérdeznek rá bizonyos betegségek jelenlétére, és emellett van labordiagnosztika, szintén a legkorszerűbb módszerekkel, van, ami bennünket legjobban érint, mint elhízás vonatkozásokat, igen korszerű bioimpedancia testösszetétel vizsgálat, és ezek együttese nagyon jó képet ad arról, hogy hol is tart, milyen az egészségi állapota az egyénnek. A szűrésen kívül egyébként vannak oktatói vagy úgynevezett megelőzési tevékenységek is tartoznak a programhoz? Hogyne, egyre több, és egyre érdekesebb és izgalmasabb módon. Egyrészt nagyon sok tájékoztató füzet és információs anyag áll rendelkezésre, amit megkapnak a résztvevők. A vizsgálatokban olyan mintegy 200 ezeren vettek részt, de a tájékoztatásban legalább 500 ezer személy részesült már. Na most ezen kívül olyan fejlesztések történtek a programban, hogy
ragyogóan be lehet mutatni az anatómiai sátorban, hogy az egészségünk kapcsán testünk hogy működik, és mire célszerű figyelni, vagy ugyanígy az életmód sátorban, hogy milyen megelőzési módszerek vannak. Táplálkozási tanácsadást dietetikusok végeznek helyben, és hát nagyon sok konzultációs lehetőség van. Említette itt az életmódsátort, meg hogy több része van a magának ennek a mobil szűrő kamionnak. Mik vannak még ezeken kívül? Miket talál ott az ember, hogyha oda megy? Hát nagyon sok érdekességet. 3D-s filmvetítéssel bezárólag a legegyszerűbb szemléltető eszközök, amelyeket meg lehet fogni, meg lehet tekinteni. Ugyanígy például a kollégák oktatást végeznek a tekintetben, hogy például hogyan kell újraéleszteni, vagy hogyan lehet otthoni sebeket ellátni. Tehát számos olyan egészséggel kapcsolatos információt is kapnak a jelenlevők, amelyeket hát első kézből szakembertől kapják. Miután megkapják ezeket az információkat, hogyan érdemes tovább menni, vagy akár ott is kapnak valamilyen segítséget, hogyha mondjuk kiderült, hogy van egy diagnózisuk, és mondjuk valamilyen betegségük van? Nagy előnye a programnak, hogy azonnal készhez kapják az eredményeket, és ezt a házi orvossal meg lehet konzultálni, és célszerű is megkonzultálni. És hogyha még talán itt a végén említhetem a beszélgetésünk végén, hogy kapott egy szakmai díjat, először is gratulálok ehhez. Mit tudhatunk pontosan, hogy mi ez a díj? Köszönöm szépen. A különböző eredmények alapján kutatómunkát végeztünk, és végez több társaság az eredményekből, és ezeket nemzetközi és hazai szinten publikáljuk. És hát sajnálatos módon most már a program két kitűnő személyiséget kellett, hogy elbúcsúztasson, így 6 évvel ezelőtt Halmi László belgyógyász professzort, aki a hazai elhízástudomány megalapítója volt, a közelmúltban pedig ennek a programnak a szakmai vezetőjét, Kis István professzort kellett búcsúztassuk, és az ő tiszteletére készített a program egy új díjat, és az első díjazottak között voltam jó magam is, kutatási munkáért, és természetesen ez munkatársaim és a Magyar Elhízástudományi Társaság tevékenységét is dicséri. Sok szeretettel gratulálunk még egyszer ehhez a díjhoz, és köszönjük, hogy eljött, köszönöm a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm én is.